Sziasztok, itt újra lesz után. Folytatjuk a Phoenix Wright észütörni 5. epizódját. Az előző részben már túlestem két részen az első pernek. És most azt kell kideríteni, hogy mi köze a rendőrségnek az ügyészi irodához. Tehát másik nyomozás indul. Február 23, 2 óra 15 perc délután. Wright és Co. ügyvédi iroda. Vagy törvény. Mi a helyzet az ügyjel egyik? Mert össze vagyok zavarodva. Másik. Az áldozat Bruce Goodman. Valaki leszúrta 5 óra után. Az ügyészi parkolónál hallhatott meg, és a rendőrség. De mi ez a bizonyítékos szobarész? Ügyészi iroda a rendőrség között 30... rendőrség... iroda között 30 percig különbség van kocsival. Ezt kell kideríteni. Pillanat. Akkor csinálj! Ne így biztos, Mr. Wright. Ha? Jönni velem? Kutatás kezdetét veszi. Február 23, ügyészi iroda, parkolóhely. Nem hinném, hogy aggódnunk kéne a rendőrségi gyilkosságban, vagy gyilkosságban. Hát semmilyen testet nem találtak ottan. Kit érdekel? Hát de sose tenné ilyet. Ezt tudom. Az a ruhahődő üres. Tehát az olajhordó bizonyára tel volt vízzel. Hát eltávolítja a bizonyítékot a büntihely szél? Soha. Még mindig bízik benne. A vízzel, ami az olajhordóban volt, bizonyára elmoshatta a vért. Viszont... van neki egy spray... Luminal Testing spray-je. Egy kevés vízzel nem lehet elmosni, de hát... ahogy mondtam egyszer, a vér nem válik vízzé. Mert a folt akkor is ott marad, még hogyha láthatatlanná is válik. Még ha nem is látod, ott van. De a rendőrség nem kellett volna azt a tesztet végigcsinálni? Senkiben ne bízzál, csak magadban, Mr. White. Csak tegyél egy próbát. Még kell ezt csinálni?
Tehát ezt a spét használhat, hát nem ami lebuktatja a vért. Like this. Tehát a helyszínt mindenhol sprézzem le, hogy kiderítsem, van-e vér valahol, ami elég láthatatlan. Lássuk, hogy vannak itt vérfoltok. A helyszín itt van. Meg kell sprézni még jobban. Hát itt volna az a hely. Szóval ez lenne a vérfolt. Úgy tűnik, hogy van igaz, amit Agent Starr mondott. Először látott egy igazi vért. Már tudjuk azt, hogy ez a vér volt. Nem furcsa ez? Bizonyára, ha harc lett volna, akkor több vérfolt lenne itt. Számítunk rá. Tehát ez, bizony ez volt a talpán. Tehát ez bizonyára nyomodhatott. Tehát többféle vérfolt is lehetett. Tehát itt lenne az a vérfolt. Tehát ez a padló terben. Tehát ez egy hasznos információ volt. Tehát ez egy kis szükséges. Tehát ez az egyik része a nyomozásnak. Angel Star megint visszatért. Nem, Rod. A mai tárgyalás. Hát ez a hibája, magát hibáztatja. Meg a pentőtünk. Tehát innét figyelhette az eseményt. De félt attól, hogy nem lesz egy meggyőző bizonyíték. És tévedett, hogy ezt gondolta. Nem megbocsátható a hazugság. Ne felejtsd el, hogy... Kislán, ne felejtsd el, hogy mi a fontos. Még hogyha máshol is láttam azt a... Azt az SMB-t, láttam, amit láttam. Hogy hidegvérre leszúrta. Tehát ez való más még mindig marad. Detektívként is megesküszik erre. Star detektív. Szóval detektív voltál. Ez régen volt, 2 évvel ezelőtt. Be volt. Tehát elég démon tud lenni, de angyal is.
Tehát, és kirúgták. Tehát ez az esélykénc incidens miatt van, hogy amiatt rúghatták. Mutatnom kell valamit. Várjunk csak. Esetleg 9 a kés. És a jegyzetet. Goodman. Goodman volt a fő detektív azon az ügyön. Tényleg. És ez bizonyíték volt azon az ügyön, a gyilkos fegyver. És az 19-nek még nincs vége. Picsába! Most próbálnék ezt. Megmutathatta volna ezt az őrszobán. Tehát ott volt a bünti helyszínél, és nem állhatott azon a kénytésen, hogy megállítsa a gyilkosságot. És ekkor hozta itt azt a fotót. 5 perc a gyilkosság után. Ez volt a probléma. A lyuk a vallomásában. A hazugság volt a probléma. Szóval tenni akart róla, hogy még a hamis módon is, de kiderüljön az igazság. Esel 9 incidens. Akkor tanulta meg az igazságot. Ők semmi neki. Az egy nagy ügy volt. Szóval a rendőrség és az ügyész nem tudták megoldani az ügyészet bizonyítékkal. Meg volt ez oldva. A bűnöző elkapták és kivégezték. Tehát kivégezték, csak annyit volt a probléma, hogy nem volt a feldöntő bizonyíték. De bizony a hamisított bizonyítékot használtak fel ellene. Minden detektívnek volt része ebben. Jake Marshallnak is van közehez. Mr. Marshall. Tehát nyomoztak ez ügyben. De nem felejtette azt a pillanatot. De volt valami rejtély is ez ügyben.
És ez ügyben vannak most itt. És senki nem állhatja meg ez ügyben. És az ebéd, amiket eladott. Régi barátokkal akar találkozni, akik segítenek nyomozáson. Ennek lehet valami köze az SL9 incidenshez. Szóval ezt a steaket adjam oda valakinek. Aki segíthet ezt is meg, hogy oda adom neki. Elég kedves volt másak korábban. Jaj, ettől féltékeny. És kedves volt hozzá. De most elég hideg. Jake és ő együttműködnek ebben a nyomozásban. Február 23. Rendőrségi belépő. A jegyzet szerint... Na mindegy. Az igazi büntény helyszínét akarják most kideríteni. Mindenki halálosan komoly. Gyilkosság történt a rendőrségen. A büti helyszínét ki kell deríteni. Most nézzük ezt meg. Február 23 bizonyíték szóval belépő. Őrállomás. Mi ez a dekoráció? Tehát ezen a helyen lesz a bizonyítékos szoba. Egész zavarja ezek a kaktuszok. Be akarnak menni ide, de nem nyílik. Engedély kell ide. Na ilyenkor már beszélhetünk detektív Gansu. Na most távol foglalva jelenleg. Ebédet akar. Ez nem eladható. Elkapták a bűnözőt. Csak bizonyíték kell még. Hogy hallottunk arról a gyilkosságról,
rendőrség. Van egy tettes, vagy gyanúsító. Igen, letartóztatták azt a gyanúsítottat. És ki volt az? Ebédet akar. Menjék a büntető centerbe. Tehát bement a bizonyíték szobába. Ő lehet a fődetektív. Most nem tudok beszélni. Mások a gyomosítottat. Például a 20-an műtetőcenter hatogatói szoba. Tehát elkapták a gyomosítottat. Mi volt ez? Igen, a tettés. Én a tettés ellen voltam. Ezt mondtam. Ez a vicces zsav! Ő tartottatták ott! Még kiszörmes. Tehát jelentést... mi a zene itt? Nem. Jó, kész mondani. Ugye nem? Te szemét! Mit hangoskodsz, te nagy pofájú? Érzeljétek, milyen feje van! De hülyeik ezek, akik ilyen rondára csináltak közt a zsaru. Mi? Hajunk téged, te fasz! Tehát elment a bizonyíték szobába. Az őri iroda üres volt. Tehát egy őr volt ott. A biztonsági őrmester bizonyára Marshall őrmester lehetett. Tehát látta őt gyanús szemét a bizonyíték szobában. Egy gyanús szemét. Minden fejére vált. Vöröset látott és kiégett. Amikor megjöttem, már itt volt a büntetőcenterben. Mennyi idő volt ott? Na, volt. Mit tett itt a kezeddel?
Senki nem volt, aki megkösse a kezét. Tehát ő csinálta. Mint amikor Miss Skynál történt a dolog. Hogy csináld meg a kezed? Amikor Goodman le volt szúrva. Nem ki ebben van? Nem tehetett semmit. Úgy ez ki a fejed mögé. Nem tehetett semmit. Szóval egy kis belé akartam volna szúrni. De végül elájult. Tehát készszögezett rá. Amikor kinyitotta az ajtót, egyedül volt. A bizonyos szobában. Mert Goodman detektív eltűnt. Mikor lenéztem, vért látott a kezében. El tudjátok képzelni, hogy jön eset? Megnézni? Hey! Ez az! Ez mi? Most már emlékszik ki. Már tudja, hogy mi történt. Ami az a kártya miatt. De őt is meggyorsítjuk. Még idegen volt számára. Nem ismerte. Nem ismer egy detektívet. Tehát idegen volt számára. Akkor miért szúrta le? Nem akarta megölni. Ez eszébe se jutott volna. Na, még egyszer. Csak pofád van! Na, erre ezt fogáltam éppen. Mire emlékszem? Nem igazán ismerte Goodman detektívet, aki a bizonyíték szobában volt, de gyanús volt. Amikor belépett, kérte az ID kártyáját. Ezt próbálj megmondani. Szóval készségezett rá. Meg te is megtámadta.
Amikor felébredt, idejéig került. Oka a letartóztatásra. Tehát nem ismerte egy gurmé detektívet. De nem akarta megmutatni a D-kártyáját. Tehát nem tudjuk, hogy az áldozat valóban áldozott-e. És ha eltűnt az a test a bizonyíték szobába, nem tudjuk, hogy valaki meghalt-e. Ezt próbáltam megmondani. De végül itt végeztünk. Tehát ezt mondták. Van rá videokazetta is. A biztonsági kamera. Tehát mindentől a biztonsági kamera rögzített. Várjál, még ezt elmond. Nem akarja a jelvényét. Hát megvan is várja. Nézd ki áll a földetektív asztal. Genfőnök. Egy béca után rá. Ez Goodman széke volt. És van, hogy te át akart nézni, van nyomot. Szerintes kukában bizony a találtak van. De nem találtak semmit, csak ezt a papírt. Én nem fejezte be az írás sem. Ez egy elveszett tájtjelentés. Én félig készen. Tehát van még egy bizonyíték. Ez olyan, mint egy inkvizíció. A legutóbbi év óta nincs... nincs vége a problémának azzal a fiúval, amióta történt az incidens a Gortónál. Hát nem igazán kellemes, volt így kellemes, hogyha vádlatpadba került. De szerencsére, mert bűnösnek találtatták az igazi tettest, Manfred von Karmát. Aki a 40-es karrierjét meg tudtam semmisíteni. És végül elkaptam bizonyíték hamisításért és gyilkosságot.
Nem csinálta semmi rosszat. Ő bizony... Ő hamisította a bizonyítékot. Hát látja, hogy két helyen volt leszúrva. Milyen bizonyítékért? Titokban akarja tartani ezt. Nem is beszélhet róla. Na, amit nem szeret, ha letéged, az a titok. A titok. Azt nem tudjuk. Tehát az, hogy megszereztem azt a bizonyítékot, az a hajlandó lenne engedélyt adni, hogy átkutassam azt a bizonyítékos szobát. Hát kérnék, hogy nyomozzunk a bizonyítékos szobában. Jaj, megint kezdi ezt a mosolygást! Ugye így ravasznak látszik. Kölcsönvedik 50-et? A valaki azt kérje, hogy uram, kölcsönvedik 50 dollárt? Én adok neki 50 dollárt, nem probléma. De hát megengedte. Itt van a kártya. Ez különleges kártya. Pillanat.
Akkor... mehetünk ide. És kinyithatjuk azt az ID-kártyával. Éppen nyitnám ki ezt az ajtót, míg megjelenik Jake Marshall. Ez az ő szalonja. Éppen egy műtény helyszínét nyomott ki. Ihá! Ez jobb, mint a sérítek a jelvénye. Ihá! Az ajtó kinyílt. De kérdést kell feltenni tőle. Csak hogy nem mondja el. Meg kell győzni őt. Ezzel. Ez a bűz. Emlékszik egy Texasra. Biztos tártól van bizony. Mi a gond? Tehát most már elvette az ebédet, úgyhogy hajlandó kinyitni a száját. A bőri jóba. Tehát ő vezette ezt a helyet. Ez bizonyán még egyszer. Mondta az a vicces pofájú. Mikli! Elvesztette a tüzét. Itt a munkához. És mit csinálta 5.15-kor, amikor a gyilkosság történt? Hát... áj, bonyolultan vagy aztán. Bizonyára valamilyen lóról beszélt, hogy azt a lovagot adta meg. Még mindig boldog szép az a buzi. Marshall. Mit te mondott valami? Tényleg voltál Kitty vezető. Ez álma volt. De... már véget ér. Véget. De még mindig nyomoz az esekként incidensünkben. Ez az volt az ügye. El volt oldva, de ez egy rossz póker játék. De miféle ügy volt ez? De senki nem mondja, hogy semmi folyik. Jó, ha nem tudok pár dolgot. De ez már meghalt.
biztonsági rendszer. Szóval, ami a kamerát illeti, hogyha nem történik semmi, azt akkor bizonyítékot törlik minden órában. Mikis és Goodman ott voltak a kazettán? Talán. Még van. Idén kártya kell a bejutáshoz. Itt van ez a papír, de erre is szükség van. De el kell venni, hogy ki használjon. Ezt láttaluk még korábban. Nem mutathat többet. Nekik bort változik! Kell majd bejegyzőteni. A transfer. A transfer is dolgul, de utána van. Én csak olyan bizonyítékot tartanak, amit már megoldottak. És újra akarja, újra nyomozást rendelték. Csak én egyáltalán hibban volt. Mi történt két éve ezelőtt? Ez a fajta olyan volt, mint egy temetés a régi ügyeknél. Két éve ezelőtt, amíg utána meg lett ózva a dolgokat, azt végleg befejezték. És nem nyitották újra, és nem nyomoztak újra. Még bizonyítékot is kell mutatni. Ez az áldozat ID kártyája. Elmutatjuk a számot. Megmutanálsz a papírt? Ez... A negyedik szám tökéletesen egyezik. Kész szúrás előtt történhetett a dolg. Amikor az X-es történhetett bizonyára már a bizonyítékos szobában lett. De mit mondott Mikis Örmecsnő? Hogy mutassa meg a ID-kártyát, de később megtámadta. De ha csak a kártyát kérte, akkor miért akart később támadni? Én a következő bizonyíték. Másnak is meg kell ezt mutatni. Február 23. Legfőbb ügyészi iroda 1202-es szoba. Ahogy sejtem, nincs itt. Még.
Illetve bizonyítékos szó. Bizonyíték szóba hármas szektor. Elég csendes ez a hely. Olyan, mint egy kert. De ott a főnek és fáknak kéne lennie. Nem értem. Megpapasztam! Azt hittem, hogy szállám! Igaz, hogy tovább? Te vagy... Már rájött, hogy Gent beengedte. De itt most ő a főnök. De most én vagyok a főnök egy napra. De most... Most a... padlóterv. Egy napra ő a... Miért vagy ilyet? Hol vannak az akkor? Tehát a tegnapi nyomozás miatt készülnek a perre. Adtak neki egy széfet, amit csak ő tud kinyitni. Edgeworth? Ő mindig hisz Edgeworthnek bármi történik is. Azt próbál kiderteni, hogy ki a felelős azért a szörnyűségét a fiosságon ma. Hát ez híjas rossznak. Nem tudom, mert szóval ettől az ügyből. Az esek ilyen cincidens miatt. Ez volt a kezdete Edgeworth számára. Csak egyre tudja kinyitni azokat a széfeket. Az az idén kártyával. Szóval úgy lenyomottam. Szóval minden zár kódot úgy lenyomottam. Ez az egyetlen, amit csak mi tudunk ki. Normális tárnak tűnnek. Ez szenzoros. Hogyha rossz személy érinti meg, sokkolva lesz. A keze akar... Fekete lesz és füstölni fog minden nap. Ezek az árak nem egyértelműek. Mit mutassak neki? Tudom, melyik itt
lassan. Taki is, hogyha esélyként így... Na, já! Már még szem! Hát engem meg van veletődni. Ez első nagy ügye volt, itt érzett. Először láthatták egy fetenítő. De még mindig nincs vége. De bizonyára a téglák is lehetnek ki itt a közel. Vagy sejtben az ügyben. Most az esek ilyen szint. De ez egy őszakos ügy volt. Méghozzá egy sorozatgyilkosság. A gyilkos hibát követette, és Edgeworth megépítette az a saját ügyét, hogy elintézte. Bengálkkal hangoztak el a hamisítő, bizonyíték hamisításról. Ez volt az utolsó munkája, amit hallhatett. Az detektív, a Goodman detektív bizonyára. De Goodman volt akkor a vezető az esetként. A késő. Tehát az áldozat vehette el onnan azt a kést. Megnézni ezt? Ez egy idékkártyás rekordok, amik történettek a gyilkosságnak. Egy kárkat hallottunk. A második szám. Tehát a második szám az Edgeworth bizonyára, úgyhogy nem tud most beszélni. Nem, még nem. Szépet. Látható egy vér. Egy kézzel nyomotta. Tehát többféle bizony vérnyomos lehet itt. Minden spécünk le. Az egyik bér itt van. Tehát agyvér lehet itten. Ez kékvér. Tehát egy történetet valami.
A következő ez lenne. Ez valakinek a kéz a nyomata. Mi? Mi a gomb? Ez az ő cépje. Még egy nyom. Na itt is van egy új lenyomat. Hogy honnan tette azt a spray-t? Postáról ette. Pillanat. Jól van, akkor most... Folytassuk ezzel. Tehát egy kesztyű van itt. Ez is bizonyíték az esetként az incidens. A következő, ami kicsit eltűnő. Tehát ezek darabok kell, ezeket kell összerakni. Tehát ezt kell összerakni, ezt az állványt. Megfelelő sorrendben. Nem. 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 Ez lesz az. Nem, nem eléggé passzol. Várjunk csak! Ez passzol? Igen. Ez lehet a következő. Nem. Nem. Jó, várjuk meg ezt.
basszó. Ez lesz az. Vagy mégsem. Ez lesz az. Ez lesz az. Így kell megfordítani és megkombinálva. Csak egy darab hiányzik. De néhány darab hiányzik. Tehát ellopta valaki azt a maradékot. Szóval, ja igen, már tudom, ezt a riportot kell odaadni, tehát eddiget várom, hogy Jason-ből felbeszéljek. De most detektív távozik. Na, most már tudok beszélni vele. Van megint a csengő fiú. Ez itt van Edgeworth. Tényleg vagytok azon. Gámsütötték esetén. Tehát küldödnék ki néhány információt. Ez a bizonyos sem. Szóval nincs elég, nem fogadták ez bizonyítani a bármi sportot. Ez egy kommunikációs hiba a nyomozásnak. Azt gondolják, hogy bizonyítékot hamisított, hogy és hogy szerencséje volt. Ez volt a figyelmeztetés. És rengetegszer hallotta ezt. Holnapi tárgyalás. Ember vagy a holnapi napon? Ön nem tud tenni semmit, csak várni az eredményéhez.
Az, de azt lehet, ami mi helyes. Szóval kérdék, hogy ki menjen oda, igazán Kent jó voltában. Akarnék bizonyítékot, ami fél évet előtt történt. Úgyhogy tartsuk meg a GSC kilódában. Nem tudja megmutatni, hogy milyen így volt ez. Ennek nincs bármilyen is konszol, ennek semmi köze a mostanhoz. Csodába! Most ő kell kikérdezni az incidensről. Ez volt a legrosszabb emlékezés az életében. Így rossz memória. Az lift ügyben. Bizonyíték hamisítás volt. Kéletlen, de sózott gyilkosság így volt ez. Ő volt a legjobb a szakmában. Én meg ideges volt akkoriban. Egy gyilkossal álltok szemben, hogyha engedték volna, a vér az ő kezében lett volna. Meg tudták nyerni azt a bűnös életet, és kivégezték a gyilkost. Nem jut hozzá a bizonyítékhoz. Mindent tegtett, azt hittem, hogy nyerni azt a perc. De kódja volt. Valami tudatni akar. Ezt a kutatói nyomozás még mindig kétiz, és itt van neki ez a spray ehhez, és ezért ad hozzá még egy ilyen ilyet is, egy ilyen alumínium port. Vagy alumínium púdert az új lenyomat vizsgálathoz. Tehát ez a nyomozósti ügy az vér és új lenyomat vizsgálatról szól. Nem kell köszönni. Oké. Még egy nyomozás is készít. Nem tudom, hogy ezt kéne mutatni.
Angel talán már távozott is. Tehát itt volna az a vér, ami után kutatunk. Itt az a titkos fegyver bevetni, amit kölcsön vettünk. Ezt kell kinyomodni. Ezt választani kell egy újat. Ez lenne az. És most? Hogy kell használni? Szóval Kati csak ilyen porokkal. Mindenfelé. Hogy a pult ide elterjed, csak el kell fújni. Még az a léhez is igen. Mert szolgoztató volna. Tehát ezek lennék az alapok az új lenyomott vizsgálathoz. Most én következem. Tehát így kell egyezteni, hogy ez a kattintok. Viszont be kell valon valamit. Elsőre azért baszott fel, mert sajnos nem tudtam, hogy melyik, milyen gombok kell ez megnyomni. És nem működött egyetlen, de billentyűzeti gombom sem. És ez azért volt, mert ki volt kapcsolva a mikrofonom. Időkelt, míg rájöttem. De már végre bekapcsoltam, és már nyomhatott C-t. Úgyhogy C-t nyomok. Tehát, és tehát C-vel fújok. Ez nem vagy egy új lenyomat. Köszönöm. Bizonyára kesztyűt hordhatott az illető. Ez most időpocsékolás volt. De most... Ez a következő rész. Tehát a mellette levőt kéne most használni. Méghozzá egy ilyen új lenyomatot. De jól fel kell használni ezt a sok pultert, hogy tökéletes legyen. Fújás! Indul! Na ez már új lenyomat. Most azt kell kiderítani, hogy kivel egyezik ez. Melyik szereplővel. És olyan kéne megtudni? Különböző helyen vannak között. Tehát ők lennék azok a szereplők, akik ki kell dejteni, hogy melyik ők a tett. Itt na a helyes válasz a detektív. Na, ez magas. Biztos siker. Tehát ez gámsó új lenyomata.
De még egy kézenyomatot kell kideríteni. És ez itt van. Tehát már csak ezt kell kideríteni. De most máshol lehet bizonyára az új lenyomat, tehát nagyon láthatatlan. Tehát azt kell kideríteni, hogy kinek az új lenyomat az. Igen, ahogy mondtam, itt láthatatlan. Hát ez elég kis újlenyomat. Na ez már új. És kivel egyezik? Magas! Ez Jake Marshall új lenyomata. Tehát neki is lehető van, miközben ez egész. Tehát azt kell kideríteni, hogy miközben neki ez. Tehát hoztak valami eredményt. Ez bedöntő bizonyíték is lehet. Folytatjuk. Jó van, srácok, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a Facebookon, kövessetek Twitteren és figyeljétek a weboldalon. Tehát második pere fog folytatni, ami szintén két részből fog állni. Legközelebb a WC Zsan valmását hallgathatjuk meg. Úgyhogy búcsúzom mára. Sziasztok!